Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Október 6-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Október 6-án Győrben is az aradi vértanúkra emlékeztek. Dr. Perger Elza alpolgármester az ünnepségen azt mondta, a múltra emlékezve lehet jó válaszokat adni a jelen kihívásaira. Energiát, korszerűbb izzókat és olcsóbb villanyszámlát, ezt kapják a győriek a most indult LED csere programban. Csütörtökön tartották az első hivatalos LED izzó osztást az OSP-ben. Állami támogatásból két helyen is járda épül Szabadhegyen. A Lepke utcában és a Szabadi úton is 100 méter hosszan készül új járda, összesen mintegy 20 millió forintból. Október 6-a van nemzeti gyásznap. Győrben is az aradi vértanúk kivégzésének 173. évfordulójára és a szabadságharc vértanúira emlékeztek. A Batthyány téren rendezett központi ünnepségen dr. Perger Elza mondott ünnepi beszédet. Győr alpolgármestere úgy fogalmazott, a múltra emlékezve lehet az újabb és újabb megpróbáltatásokra jó, sőt egyre jobb válaszokat adni. A résztvevők a rendezvény végén az emlékezés koszorúit is elhelyezték a Batthyány emlékoszlopnál. Büszkén lengett a magyar zászló a himnusz alatt a fiatalok kezében. Október 6-án a Nemzeti Gyásznapon a 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos az első felelős magyar miniszterelnök kivégzésére emlékeztek Győrben. Sokan gyűltek össze a Batthyány téren, hogy leróják kegyeletüket az 1849. október 6-án kivégzett 12 tábornok, egy ezredes és az egykori miniszterelnök emléke előtt. Az ünnepi beszédet dr. Perger Elza Győr alpolgármestere tartotta meg, aki kiemelte, nem a fájdalmaink emlegetésével kell építeni a magyar jövőt. A szabadságért, függetlenségünkért vívott harcok egyik legfájóbb megtorlását viszont tagadhatatlanul az 1848-49-es szabadságharc után szenvedtük el. Kaptunk még hasonló mélysebet ezt követően is. A legnagyobbat a dicstelen Trianonnal. De nem a fájdalmaink emlegetésével kell építeni a magyar jövőt, hanem olyanok emlékének megőrzésével és olyan nagyszerű emberek ünneplésével, akik soha, soha nem adták fel. A szónok beszédében kitért a jelen megpróbáltatásaira, a szomszédban dúló háborúra és az energiaválságra is. Az alpolgármester szerint ezekre a problémákra az összefogás és a múltból való tanulás lehet a megoldás. Rettenetes inflációnak vagyunk elszenvedői, de hisszük, hogy kilábalunk ebből is. Ennek érdekében elengedhetetlenül fontos az összefogás, az én nézeteltérések háttérbe helyezése. Tanuljunk történelmünkből, éljünk a jó magyar és a keresztényi tanítás szerint. Tudjunk megbocsátani, de felejteni soha, mert a múltra emlékezve lehet az újabb és újabb megpróbáltatásokra jó, és egyre jobb válaszokat adni. Európa közepén élt valahol egy nép, hol felszántva a határ, s hol végtelen az ég. A Győri Nemzeti Színház színművészei tették még meghittebbé az ünnepséget. A műsort követően az eseményre érkező szervezetek, intézmények képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a Batthyány emlékoszlopnál. Energiát, korszerűbb izzókat és olcsóbb villanyszámlát, ezt kapják a győriek a győri LED csere programban. A polgármester közbenjárására az itt élők elsőként cserélhetik le ingyenesen a háztartásukban lévő régi izzókat új LED-esre. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a korszerű és energiatakarékos égők Szentendréről érkeztek, több mint 400 ezer darab izzó várja új gazdáit, az igénylés szeptember 1-én indult. Az első hivatalos LED izzó osztást csütörtökön tartották az OSP-ben. Egymás után érkeztek a LED izzó csomagokért az Olimpiai Sportparkba mindazok, akik már elvégezték a szükséges internetes regisztrációt.
Minimális adminisztráció után szinte azonnal át is vehették az energiatakarékos fényforrásokat. Az a lényeg, hogy meghirdettük Győrben a LED-csere programot, hiszen ez is egy nagyon kis dolog, bár nagyon fontos dolog ahhoz, hogy a villanyszámlát tudjuk csökkenteni, és amit talán országos szinten is fontos, hogy tudjuk csökkenteni az energiafelhasználást, és szerencsére a győriek kapnak az alkalmon, és mindenki átgondolta a saját világítási rendszerét, regisztrálnak, és önmagában ez a program, ami kiszámolja azt, hogy milyen égők kellnek, hány égő kell ebbe a háztartásba, ami valóban csökkenti a fogyasztást. Ez működik, úgyhogy megértették a hívószót, és mindenkinek azt mondom, hogy jöjjenek, regisztráljanak, nem fogy el a LED. Akinek volt kedve, akár a város első emberével is fotózkodhatott, de ez csak egy lehetőség volt, ami nem volt kötelező. A fotózkodás egy emlék, azért van, hogy abban a helyzetben, ezt ott is elmondtam, amikor egy Covid-járvány után már felszabadultak lennénk, de jön az energiaválság, akkor egy emlék, egy olyan időszak, ami az ember vagy így emlékszik, vagy úgy emlékszik, feltehetően lesznek hozzá jó emlékek, rossz emlékek, és ez 10 év múlva ezt a képet elővenni, ez egy érdekesség lesz. Virág Lajos kapta meg elsőként a LED csomagot, bár lakásában néhány izzót már lecserélt, most jól jönnek a takarékos ledek. Van még egy-kettő olyan, ami régi, hagyományos, de már jó ideje folyamatosan gyűjtögetem, cserélgetem a hagyományos izzókat, kiváltom. Tehát ez már nem most kezdődött, hanem régebb óta kezdődött, ez csak egy jó lökést adott arra, hogy na, akkor most egyszerre csináljam meg. Az energiaválság közepén a győri polgármester szeptemberben jelentette be, hogy a LED csere programmal megpróbál energiát adni a városban élőknek. A cégről tudni kell, aki éppen a LED-et osztja most, hogy ők Szentendrei székhelyűek, tehát én ott vagyok országgyűlési képviselő, így a mi kapcsolatunk az már a régebbre nyúlik vissza. Ott is, a mi térségünkben is folytatja a cég ezt a tevékenységet, és azt gondolom, hogy nagyon nagy sikere is van, és nagyon nagy haszna is van a háztartásokra tekintve, hiszen azokat a régi lejárt izzókat, amelyek már nem igazán mondhatóak a mai világban energiatakarékosnak, ingyenesen lehet kicserélni, és nem kell hozzá sok minden, egy regisztráció és egy villanyszámlát kell benyújtani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási kezdeményezés. Nehéz pontosan kiszámolni, de egy háztartásban minden izzó energiatakarékos, akkor éves szinten több 10 000 forintot is meg lehet spórolni. Nagyon reméljük, hogy jelentős mennyiségű megtakarítást fognak produkálni Győrben is, illetve más helyeken is. Jellemzően a regisztrációk, most már elég sok regisztráció érkezett Győrből, azt néztük, hogy jellemzően ilyen 20-25 csere, vagy LED izzót kérnek az emberek, ennyit jóval is tudunk hagyni. Ugye attól függ, hogy hány ledet kap valaki, hogy mekkora az éves fogyasztása, vagy a havi fogyasztása villanyszámlán, ami látható is. És hát akinek sajnos ugye napelem, vagy valami föl van téve, és nincs nagy fogyasztása, hát ő nem tud kapni, de akinek a villanyszámláját feltöltve a győrület.hu-ra látjuk azt, hogy jelentős fogyasztása van, akár maximum 60 ledig is el tud menni. Akik az első ingyen ledosztásnál nem voltak ott, nem maradtak le semmiről, mert takarékos izzó van bőven, akár minden győrinek jut, csak regisztrálni kell és átvenni a fényforrásokat. Állami támogatásból két helyszínen is járdaépítés zajlik Szabadhegyen, a Lepke utcában az Aulik és Vakbottyán utcák közötti szakaszon, míg a Szabadi útnak a Csortos-Gyula utcai kereszteződésénél zajlanak fejlesztések. Mindkét utcában a környéken lakók az újonnan épült társas és családi házak lakói panaszkodtak a járda hiányára. Ezt hárítják el a szakemberek a beruházásokkal, amik mindkét helyszínen 100-100 méteren zajlanak, és összesen mintegy 20 millió forintba kerülnek. Jó idő esetén jövő héten használatba is adhatják az új járda szakaszokat. Gőzerővel dolgozik a kivitelező a Lepke utcában, a kellemes időjárás is kedvez a járdaépítésnek. Itt az Aulik és a Vakbottyán utcák között 100 méternyi új járda épül, amit a környéken lakók kértek. Országgyűlési képviselői fogadórára is érkeztek jelzések Szabadhegyről, illetve Kismegyerről korábban, illetve a városrésznek az önkormányzati képviselője, diligens Tibor
képviselő úr és polgármester úrtól is jött olyan jelzés, hogy olyan fejlesztésekre van most szükség, amelyre a városnak nincs pénze, nincs forrása. Kormányzati forrást sikerült szerezni, kormányzati forrást tudtunk átcsoportosítani. Az emberek mindennapi életét segítő fejlesztésekről van szó, országgyűlési képviselőként azért szeretnék dolgozni összhangban közösen a város vezetésével, hogy minél több ilyen az emberek mindennapi életét segítő fejlesztést tudjunk megvalósítani. Egy korábbi polgármesteri vizit során merült fel, hogy járdát kellene építeni az utcában. A környéken új társasház épült, de óvoda és idős otthon is van itt, vagyis hatalmas igény volt a fejlesztésre. Amikor Dirigens Tibor képviselő úrral bejártuk ezt a környéket, akkor itt éppen egy ilyen lakók által kitaposott sáv volt, és a utca végében pedig egy, hát nem tudom másképpen, egy dzsumbúj volt tulajdonképpen. És itt van éppen mellettünk egy óvoda, ez egy nagyon forgalmas szakasz volt, itt a fűben kitaposott ösvényen jártak az emberek a gyerekekkel, és akkor Tibor mondta, hogy itt meg kéne oldani ezt a járdát, és amikor a Kópió parkban elkezdtük a közbeszerzésre kiválasztani a kivitelezőket, hogy sikerült több száz millió forintot a támogatáson megspórolni, és azt kértem, és egyeztettem Kara képviselő úrral, és kértünk rá engedélyt, hogy át tudjuk csoportosítani Győr-Szabadhegyre. A körzet képviselője már évekkel ezelőtt az ügy mellé állt, természetesen most ő is örül, hogy végre megépülnek az új járdák. Egy nagyon forgalmas környékről van szó, tehát látogatott, sűrű látogatott, nagy számban látogatott közintézmények van a környéken, a forgalmas útkereszteződés van, tehát mindenféleképpen azt szerettem volna annó elérni, hogy a gyalogos közlekedés mindenféleképpen lekerüljön az úttestet olyan értelemben, tehát ez feltétlenül szükséges volt itt a biztonságos közlekedéshez. A hátam mögött egy idős otthon van, tehát idős, nehezen mozgok, nehezen reagáló bizonyos szituációkban személyek vannak itt tulajdonképpen, látogatók is, bellakók is, és hát mindenféleképpen szükséges volt a biztonságos közlekedés érdekében. Állami forrásból két helyszínen összesen 200 méter új járda épül. Mind a két helyen az ott lakók hiányolták a biztonságos, gyalogos közlekedés feltételeit, amit most biztosítanak. Olyan régi problémát sikerült megoldani, ami gyakorlatilag valahogyan elmaradt, és a lakóknak nagyon komoly gondot okozott, ráadásul azért is, mert nő a forgalom, jármű szempontból is, és itt hiányzó járdákról beszélünk. Olyan hely, olyan felületekről, ahol egyszerűen előtte is van járda, utána is van járda, és 100 méteren ez totálisan hiányzott. Úgyhogy igazából annyi történt, hogy ez került pótlásra, és hát egy kényelmes, széles járdát, aszfaltburkolattal, egy egyszerű pályaszerkezettel két rétegbe, ráadásul itt a Lepke utcában még a szegély is kicserélésre került, azért, hogy tartós, jó minőségű burkolat legyen. Itt a Szabadi úton még kitaposott gyalogút sem volt, évtizedekkel korábban a társasházak építetői nem gondoskodtak a megfelelő járdáról. A város most állami pénzből ezt pótolta. Azok az emberek, akik ide költöztek, azok a vállalkozótól megvették ezeket a házakat, fölépítették, és a környezetet nem kellett megcsinálni. Amikor azt kérdezik, hogy a polgármester mit variál most itt az építőkkel, hogy miért gátolom a beruházásokat, miért kérem azt, hogy több parkolót kelljen építeni, mint amennyit előírnak, mert kevés a parkoló. Tehát amikor nem tudnak megállni, gondoljanak arra, hogy akkor azért dolgozunk, hogy legyen több a parkoló, és amikor csinálunk egy járdát, akkor korrigálnunk kell azt, amit 20 évvel ezelőtt elrontottak, és nem kértek számon. Itt már régen, aki ezt a házat építette annak idején, nem a bennlakóknak, aki vállalkozóként építette, ezt a járdát már régen meg kellett volna építeni. A munkákkal jól állnak, és ha az időjárás is kedvez, a jövő héten már használatba is tudják adni az új járda szakaszokat. Egy közös osztrák-magyar-európai uniós projektben történelem tanárok modern módszerekkel és eszközökkel készített kutatási eredményeket ismerhettek meg szerdán a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat közreműködésével megrendezett szemináriumon. A Border Histories elnevezésű projektben az osztrák-magyar határral kapcsolatos történelmi események bemutatása nem csak jelenléti továbbképzésen, hanem online is elérhető volt minden résztvevő számára. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a szeminárium résztvevőit. Az osztrák-magyar határ 100 éves története izgalmas időszak, amelyről fontos, hogy hitelesen tájékozódhassunk.
Nagyon kevés információval rendelkezünk erről az időszakról. Igazából történelmi távlatban még túl közel van ez az időszak, és mivel borzasztó események is történtek, ezért az emberek igyekeznek erről inkább nem beszélni. Viszont most nagyon fontos, hogy szakemberek segítségével létrehoztunk egy hiteles emlékezetet, hiszen az elmúlt 10-20-30-50-70 év távlatában még az emlékek azért frissek, van, akiben még benne is él, hiszen megéltük ezt a történelmi időszakot sokan, és vannak személyes emlékeink, de ezek ugye szubjektívek, tehát nem feltétlenül hitelesek, és mivel kínos pillanatok is vannak ugye a két ország történetében, ezért aztán mindenki máshogy dolgozza fel. Tehát az is nagyon fontos, hogy osztrákok és magyarok ugyanezt az időszakot azonosan lássuk, és még fontosabb az, hogy ezt az oktatási rendszerbe is valahogyan átvigyük. A Border Histories elnevezésű Európai Uniós projekt több lábon áll. Ennek egyik legfontosabb eleme a történelemtanárok továbbképzése. Ez egy több eseménysorból álló rendezvény. Egy uniós projektről beszélünk, amely osztrák-magyar relációban valósul meg. Ennek egyik fontos eleme a pedagógusok továbbképzése. Ennek is több részeleme van, így készül többek között egy tananyag. Ezt a tananyagot megismerhetjük mindkét, a határ mindkét oldalán dolgozó pedagógusokkal, illetve továbbképzési alkalmak is vannak. A mai nap ebbe a sorba illeszkedik be, itt Győrben, ami megyeházán, amikor is tulajdonképpen az 1944-45 telén a határtérségben történt események kerülnek modern módszerekkel bemutatásra, feldolgozásra. Azt még hozzá kell ezt tenni, hogy maga a projekt és a határ története fókuszál, hiszen a címe is erre utal, Border Histories, vagy Grenzgeschichten. Ez azt jelenti, hogy a nemrégiben 100 éves osztrák-magyar határ történetének feldolgozása történik meg, amelynek több csúcspontja van, úgymond, nyilván a határ kialakulása 1920 Trianon, ahonnan indulunk, abba pedig megérkezünk az 1989 a pán-európai piknik. A pedagógusok mellett egyetemisták is részt vettek az eseményen, amely az online térben is nyomon követhető volt. A Csipke Rózsika merész feldolgozásával indította 2022-2023-as évadát a Vaskakas Bábszínház. Október 2-án mutatták be Tárnoki Márk rendezésében a klasszikus mesét. Kocsis Rozi az intézmény igazgatója, aki egyébként a darabban is játszik, azt mondta, rendhagyó előadásnak lehettek a nézők szemtanúi, hiszen egy része kortárs meseopera. A Csipke Rózsikában a Győri Filharmonikus Zenekar két művésze is közreműködik, csak úgy, mint két vendégszínész, akik a főszereplőket alakítják. Beénekléssel indult a pénteki főpróba a Vaskakas Bábszínházban. Újabb premierjének utolsó simításait végezte múlt héten a társulat. Október 2-án a Csipke Rózsika bemutatójával kezdetét vette a 2022-2023-as évad. A darabot Tárnoki Márk rendezte, aki Hajós Zsuzsa dramaturggal álmodott meg egy olyan koncepciót, ami nem csak a gyerekeknek szól, a felnőttek számára is mondani valót hordoz. Erről beszélt híradónak a Vaskakas igazgatója Kocsis Rozi, aki maga is szerepel a darabban. Csipke Rózsika megálmodja ez alatt a 100 év alatt a saját jövőjét. És ebben megismerkedik egy királyfival, egy győző királyfival, aki egyébként megmenti a sárkánytól, aki álmában őt elrabolja. És amikor letelik ez a 100 év, és felnőtt a kislány, felnőtt lesz belőle, igazi nővérik, akkor megérkezik a győző. Nagyon fontos dolog üzenet ez, hogy ki kell várni a másik feledet, és nem 100 év előtt egy perccel, és nem 100 év után kettővel, hanem pontosan akkor. Akkor a mesében, az eredeti mesében is szétnyílnak a rózsák. És az a bozót, ami addig minden királyfit meggyilkolt, az akkor magától szétnyílik, mert eljött az idő, megérett a lány. Gyönyörű a gondolat szerintem. A darab ismét egy nagy vállalás, egy új megoldandó feladat a Bábszínház társulatának, hiszen a nagy része kortárs meseopera, ráadásul élő zenével. Rózsa király kisasszony 100 éves álmát az opera műfajában álmodja, Brandenburg Ádám zeneszerző és a Győri Filharmonikus Zenekar két művésze, valamint Gosztola Tünde zongoraművész közreműködésével.
koncentrációt igényel, és a komfortzónánkon jóval kívül van, de ezt azért mi szeretjük színészként, tehát ilyen volt a Széttáncol cipelők táncszínházi előadás, ami szintén a bábszínész komfortzónáján kívül eső terület, de olyan jó ilyen új dolgokat megtanulni, meg hogy feszegetni a határokat. Ami a kérdés színházvezetőként bennem, és hát ez holnap után el fog dőlni, vagyis hát a bemutató után, meg azután a napokon, amikor jönnek a bérletesek, hogy a gyerekek ezt hogy fogják majd érteni, szeretni, hogy lefordulnak-e róla, veszik-e a lapot, ahogy ezt mi szoktuk mondani. Én azt gondolom, hogy igen. Vagy nagyon remélem, hogy igen, hogy bevonza őket ez a látvány, ez a színpadi csoda, hogy ez a zenés rész, ez még jobban megemeli, még jobban stilizáltabbá teszi ezt a dolgot. A készülő előadásban a Vaskakas Bábszínház művészein, Kocsis Rozin, Rab Vikin, Ragán Editen, Szukenyik Tamáson, Vitányi Juhász Istvánon kívül két vendég is színpadra lép, így Rózsa király kisasszony szerepében Bajor Lilit láthatják a nézők, míg Győzőt a királyfit Kenéz Ágoston alakítja. A színpadi látványt Kuti Letícia grandiózus díszlete és jelmeztervei varázsolják teljessé. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.